Bizonyos mértékig csalódást okoztak a szurkolóknak. A haladás számára egyébként ez a 90 perc nem sok jót ígért, mert azt a Békés Csabát fogadták, amely idegenben több pontot szerzett, mint otthon. Kétszer játszott a Csaba idegenben, kétszer nyert, a Siófok ellen 2-1-re, a BVSC ellen 4-0-ra. Szóval a haladásnak ez a mérkőzés egy csepp jót sem ígért. 14. perc, szombathelyi szabadrugás. Elekesdő rá, Szépincs. 15. perc, Kulcsár jó helyen, és nagyot véd Derdák. Most lehet indulni. Csató, jó az Fodornak, helyide nagyot védett megint Derdák a 17. percben. Neidl. Szép játék, Bognár. Ellövi ballal. Húha! Kulcsár. Váci. Hoppa, felső lécen. Árgyalán a labdával. Egyet fordult. Árgyalán még mindig, Csató, és mellé. Árgyalán. Kulcsár. Árgyalán mutatta volna magát, Kulcsár egyedül. Oha! Még mindig ott van. Így már nincs. 77. perc. Bognár fejjel. És kihozzák végül. Végre valami. 84. perc, Váci lövi be, és ott a gól, Bancsa a gólszerző. A 84. percben alig-alig volt helyzete a Békés Csabának, és egy jól elvégzett szabadrugás után megszerzik a vezetést. 1-0-ra vezetnek a vendégek. Bognár beemeli a Békés Csabai 16-oshoz, újra kivágják. Kulcsár, csak tartania kell. Váci, Szarvas, és szép kiugratás, nincs les, Mracskó indul meg, és 2-0. Kitámad, már amennyire kitámadásnak lehet nevezni a haladás, egy gyors kontra Szarvas, nagyon jó csere volt, Mracskó egyedül megy el, és Derdák tehetetlen. 2-0, egy perccel a vége előtt. A legutóbb otthonában vereséget szenvedett Győrt fogadták, föltehető volt.